Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Ebben nagyon mély tartalom van, mert sokszor a legnehezebb dolog embernek maradnunk. Albert Schweitzer, béke Nobel-díjas orvos, mondta azt, hogy embernek lenni nehéz, de másnak lenni nem érdemes. Ehhez kapcsolódó egy nagyon kedves történet, ami Nelson Mandeláról szól. Ezt egy üzletember mesélte el, akit képzeljétek el, hogy az a megtiszteltetés ért, hogy Nelson Mandela meghívta magához ebédre. Tehát végtelenül büszke volt, készült az alkalomra, hogy úristen, Nelson Mandela az otthonába meghívott ebédelni. Ez olyan fantasztikus dolog. Eljött a nagy nap, beült az autójába, és a sofőrje szépen elvitte a Nelson Mandela otthonához. Ő kint állt a ház előtt, és várta. És akkor megérkeztek, akkor kiszállt, sétáltak be a házba, és akkor Mandela annyit kérdezett, hogy elnézést, jól láttam, hogy nem egyedül jött? És erre az üzletember annyit mondott, hogy ja, nem, ő csak a sofőrön volt, semmi különös. És Mandela azt mondta, hogy egy pillanat, visszasétált az autóhoz, megkérte a sofőrt, hogy fáradjon be ő is, és kérte az asztalhoz még ezt terítéket. És azt mondta az üzletember, hogy ez volt életem legnagyobb leckéje. Hogy miről szól a tisztelet a többi ember iránt. Ő csak egy sofőr. Egy Nelson Mandela meg oda kér még egy terítéket. Amikor ezt a történetet hallottam, akkor elgondolkodtam azon, hogy én vajon hol tartok ezen az úton. És be kellett látnom, hogy nagyon-nagyon messze. Nagyon-nagyon messze. És amikor személyiségfejlődésről beszélünk, és azt mondjuk, hogy fú, ebben ilyen ügyes vagyok, ez olyan jó, megy, és nem tudom micsoda, a mélyen lévő dolgok, a valódi értékek azok, hogy mennyire tudunk egymással emberként viselkedni. És amikor ezt a történetet megismertem, én utána vezettem be az életembe, hogy minden áldott este úgy feküdtem le, hogy megkérdeztem magamtól, hogy ma emberként viselkedtem-e.